Istenem, én köszönöm neked ezt a reggelt, hogy megint te szeretnél tanítani minket, megint te szeretnél szólni hozzánk, és mi készsége eljöttünk, hogy halljunk tőled, halljunk tőled az imádságon, az embereken, a testvéreinken keresztül, és az igéden keresztül. Úgyhogy most arra kérünk Istenem, hogy ez utóbbit erősítsd meg a te szent lelked által. Ne engedd, hogy földre hújon bármi is abból, amit én mondok, és azt te, ami tőled van. Viszont minden, ami tőlem van, az meg hújon a földre. A te nevedben. Amen. Nyissátok ki az abcselt, az apostolok cselekedetét a következő résznél, ami pedig a 13. fejezet 4-es verse. Elmegyünk Antiókiából, és elindul az első missziós út. És így kezdődik a missziós út, az első külmissziós út a Bibliában, ők tehát szent lélekt, a Szentlélektől kiküldve elmentek Szeleukiába, onnan pedig áthajóztak Ciprusba. Amikor Szalamizba értek, hirdették az Isten igéjét a zsidók zsinagógáiban. János is velük volt, mint segítőtárs. Miután bejárták az egész szigetet Páfoszig, találkoztak egy zsidó mágussal és Álpor profétával, akinek Bar Jézus volt a neve. Ez közel állott Sergius Paulus helytartóhoz, aki értelmes ember volt. Ő magához hívatta Barnabást és Sault, mert hallani kívánta az Isten igéjét. De Elimás, a varázsló, neve ugyanis ezt jelenti, szembeszállt velük, és igyekezett eltéríteni a helytartót a hittől. Saul pedig, akit Pálnak is hívnak, megtelve Szentlélekkel erősen ránézett, és így szólt. Te mindenféle csalással és gonossággal tele ember te ördögfajzat, te minden igazság ellensége, nem szűnsz meg elferdíteni az úr egyenes útjait? Most íme az úr keze rajtad van, és vak leszel, nem látod a napot egy ideig. Erre hirtelen homály és sötétség szállt rá, és botorkálva keresett vezetőket. Amikor a helytartó látta a történteket, hit elámulva az úr tanításán. Ö az első missziós utat úgy, úgy terveztem, hogy az egészet fel fogom olvasni, de most inkább, hogy lássuk egyszerre egybe, ami ott történik. Nem tudom meg, nem tudom meg a. Ö, ö, hogy mondják ezt? Ö, szóval mindenképpen szeretnék beszélni egy picit erről átfogóban, mi az, ami most történik, és utána rá fogunk fókuszálni erre az egy történetre. Ez Bal Pának és Barnabásnak, ugye itt, amit hallunk, a Szentlélektől kiküldve az első missziós útja. És amit tudunk, az az, hogy nem nagyon tudták, hogy mire számítsanak. Mert nem volt még eddig ilyen. Nem volt eddig ilyen, a, 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 legalábbis nem olvasunk az abcselbe olyat, hogy valakik hasonló szituációba kerültek volna. Itt van először feljegyezve, hogy Isten elhív embereket, hogy a kereszténység akkori magterületéről egy távolabbi vidékre menjenek el, és kezdjék el a hitet terjeszteni. Tehát volt... volt olyan, amikor, amikor a keresztények kirajzottak, de ebben a, ezen a magterületen, ami most körülbelül úgy néz ki, hogy, hogy Antiókia, ami az fekete tenger, vagy bocsánat, a köz, földközi tengernek a csücske, Jeruzsálem, és mondjuk Ciprus, ez a háromszög, a, a között, vagy ezen a területen vannak keresztények most. De már 15 éve, vagy hosszú ideje. Szóval ez az első, amikor ezt látjuk. Lukács viszont szelektív. Mert ezekben az időkben más irányba is elindultak keresztények a világba, ezt tudjuk a történelemből. Például ott van Tamás, az egyik apostol, akiről két indiai egyház is úgy tartja, hogy ő alapította őket. Keralában van egy állam, ez Indiának a déli, déli, dél bocsánat, dél-nyugati részén van, a nektek mutatom, akkor ezen a részen lent, ahol van egy állam, ami teljesen keresztény. És ugyan a portugálok is megvetették ott a lábukat, de az, 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 a kezdetektől kezdve nagyon régóta keresztény, ö, sokkal messzebb visszanyúlik a kereszténysége. Amiből, tehát ami azt jelenti, hogy nem csak Barnabás és Saul indult el ebben az időben, hanem valószínűleg mások is elindultak, ők az, egyik, az elsők között vannak. Tehát ez lehetett az az időpont, amikor Isten elhívta a szolgáit, és kirajzottak az emberek keletre és nyugatra. És később tudjuk azt, hogy egész Perzsiában elterjedt a hit, és az, hogy a Perzsa biroda, érdekes Isten szuverén döntés, hogy nem a Perzsa birodalom és nem Közép-Ázsia lett a keresztény központja a világnak, hanem Róma és a nyugati világ. Mert legalább ugyanannyira hatott a kereszténység Perzsiában is, de volt egy történelmnek egy pontja, ahol ez szakadás volt, és az, akkor volt, mikor a kereszténységet megtettél a romai császár fővallásá, akkor a perzsák bekeményítettek, és a kereszténységet elkezdték kisöpörni, mert ugye a két nagyhatalom... A vallás alapján ö, ö, határozta meg az identitását. És nagy keresztény üldözések indultak Perzsiában, amikor a Római Birodalom pont, hogy az ászlára eltűzte a keresztet. Szóval Lukács szelektíven csak Sault és Barnabás nézi, mert ő Rómára fókuszál előre, arra kíváncsi, hogy hogy lett róma keresztény, mert amikor már ezt írja, akkor már az Evangélium Rómában van. Szóval elindul Barnabás és Saul, maguk mellé veszik. János Márkot, akiről annyit ír a Biblia, hogy segítőtárs. Nem tisztázza ez a szó, hogy ő úgy segítőtárs, hogy tanításokat is tart, a Biblia tanulmányozásokat is tart, ahol a pálék valami munkát végeznek, vagy ő, aki főz. Ő a logisztikus. Ő a logisztikai vezető, aki viszi a, az edényeket, beszerzi a húst, a kaját, és amikor mennek a pálék, akkor főznek. Nem tudni, miért. Épp erre indultak el Pálék. Nem ha olvasunk Lukácsban arról, hogy miért Ciprust választották meg Galáciát, de azért jövő héten, tehát jövő héten erről egy, talán egy picit többet fog beszélni. Barnabás Ciprusi volt, Pál pedig dél-törökországbeli, dél anatóliai tehát ők hazamentek. Nagyon érdekes az, hogy valahol ők hazamentek, hanem is a szülővárosukba, de a szülő helyükre. Amit látszik, az az, hogy hogy, hogy, van valami terv, van valami felkészültség erre az útra. Nem tudjuk, mennyi ideig készültek föl. Először is végig számolták, hogy nem két, hanem három emberre van szükség, kell, hogy valaki, valaki főzzön. Aztán a végig gondolták, hogy, hogy lehet, hogy akkor a szülőföldet kéne meg. Először menjünk el a te helyedre, ahol neked van hely ismereted, aztán oda, ahol nekem van. Lehet, hogy, vol, hogy a tervezett az is, hogy, hogy, hogy tervezett az is, hogy hely, földrajzi ismeretük is volt. Tehát ők ismerték ezeket a helyeket, nem csak a népet, hanem a földrajzot is, terepviszonyokat. Felfedezhető egy minta, hogy a közigazgatási területekre mennek. Páfosz az Ciprus főváros, vagy Ciprusnak a közigazgatási központja, Pizidiai Antiochia a Galácia központja, Ikonium egy másik nagy központ. Tehát, hogy leginkább megcélozták a megyeszékhelyeket. Tehát van valami terv, és mivel nem ír erről, hogy a szent lélek mondaná meg, hogy ezekbe a városokba mennek, ezért erről is lehet gondolkodni, hogy nem tudjuk, hogy működik együtt a lélek ihletése, meg az ő tervezésük emberileg. Nézzük meg az utat, röviden. Áthajoznak Ciprusra, meg kellettek mutatni, tehát itt vagyunk, itt vagyunk Antiókiában, lemennek egy kicsit dére, áthaloznak Ciprusra. Ciprus Cipruson keresztül mennek, körbejárják, és Páfosz a másik oldalán van, jó 150 kilométer, azt végig sétálják, végig mennek. Ö, ott, van a, ott van a közigazgatási központ, onnan áthajóznak ö, Ciprusból föl Törökország, mai Törökországnak a déli területére. Nem maradnak a tengerparton, átkelnek a hegyen, és be kell, be kell bemennek Galáciába. Az nem volt tengerparti megy, izé, ö, megye ö, ö, a római birodalmon belül és Galáciában megkeresik az első legnagyobb várost, aztán elkeresnek egy másik nagyvárost, ikoniumot, majd eljutnak Galáciának, Galáciában a legmessz, bocsánat, egyébként, egyébként, kelet felé, a legmesszebbi pontjára, majd, és, és ez Lisztria és Derbé, majd visszafordulnak. Lisztriából elmen, Derbébe elmennek Lisztriába, onnan Ikóniumba, Ikóniumból Pizidi antiókiába átkelnek a hegyen, és a hegy, onnan visszahajóznak Antiókiába. Két év amíg utazgatnak. Szóval nem pikpak mentek ezeken végig, rengeteg üres járat lehetett benni. Ha belegondoltok, mennyi emberrel találkoztak, hány városba jutottak el, mert közben falvakban megszálltak. Hány beszélgetésük volt egy pásztorral, egy, egy mezőgazdaságban éppen számtó emberrel, vagy, egy, vagy egyszerűen csak a városban, a boltban, valahol többet elidőztek, valahol kevesebbet. Hány beszélgetés, hány történet, hány bizonyság egyértelmű, hogy Lukács szelektív ezen a téren, mert csak három történetet mesél el az egész útról. Én voltam ö, ö, Izraelben missziózni egy hónapot, és egy könyvet meg tudtam volna vele tölteni, persze én kiszínezem, meg rakok hozzá, meg egy kicsit izé, ö, nagy a dumám, de, de, de tehát azért nagyon érdekes, hogy három fő történetet mesél el Pál, elimást a varázslót, bocsánat Lukács, elimásta a varázslót, az antiochi prédikációt, ami, ami és annak a hatását, és azt, hogy Lisztriában meggyógyítanak egy sántát, és az, az a, annak a következményeit. Ennyi bevezető elég is, csak ezt így lássátok egybe. Beszéljük a három szereplőről. Márkot kevéssé ismerjük meg, márkot úgy amúgy is kevéssé ismerjük meg, ő a márk evangéliumának az írója, ő az, akinek a házában találkoztak, a keresztények, az ő anyukájának és a szülőházának valószínűleg elég nagy volt a tere, hogy ott gyűjjenek össze a jeruzsámi keresztények, oda menekül vissza Péter, amikor kimegy a börtönből, ott mondja azt, hogy elmutazom Jeruzsálemből, és szóljatok Jakabnak. És János Márkot Pál meg, meg Barnabás magukkal viszik, azután Jeruzsálemből, hogy oda vitték az antiókai gyülekezetnek a összegyűjtött pénzét. Tehát ő egy gazdag kisrác. Valami jeruzsálemi nagymenő családból, és leginkább annyit tudunk meg róla, hogy föladja ezt az utat. A második, mikor áthajóznak Ciprusról, a ciprusi rész még végig csinálja, a galáciai rész már nem csinálja végig. És nem is Antiókiába megy vissza, ahonnan elindult az egész misszió, hanem hazamegy Jeruzsálembe, a szülői házba. A második ember Barnabás. Róla is keveset tudunk meg. Barnabásról leginkább egy valamit tudunk meg, az, hogy Pál nagyon szerette. Én ö, mindig, mindig csodálkoztam azon, hogy hogy fogalmaz Pál a Galata levélben, biztos emlékeztek a Galata levélre, hogy ott beszél Barnabás arról, hogy, hogy bocs, beszél Pál arról, hogy összeveszett Péterrel. Így hangzik ez a rész. Amikor pedig Kéfás Antiókiába jött, mikor elhagyta a Jeruzsálemet, elment ebbe a magterületre, a keresztény magterületre. Amikor Péter Antiókiába jött, nyíltan szembeszálltam velem, mivel okot adott arra, hogy megfedjem. Mielőtt ugyanis odajöttek néhány a együtt evett a pogányokkal. Amikor pedig azok megérkeztek, visszahúzódott és elkönönült, mert félt a zsidó származású testvérektől. Képmutató módon viselkedett vele együtt a többi zsidó is. Úgyhogy képmutatásukban még Barnabás is belesodródott. Ezt a mondatot mindig úgy, úgy, úgy hallottam, hogy mentegeti. Egy kicsit így, így, Pál mentegeti Barnabás, hogy ott volt ez a sok hülye. Péter volt a főhülye, szegény Barnabás meg a körülmények áldozata, így, így belesodródott. Ezt a galata levélt a Galac Galáciában lévő, a mostani missziós úton megtérített embereknek írja Pál, akik jól ismerték Barnabást, szerették, tekintély volt a szemükben, és Pál is nagyon szerette Barnabást, a társa volt, a szövetségese. Volt köztük valami kapocs, és én itt tudom megfogni, ebben az igeversben. Úgyhogy külön, külön kategória a Barnabás, meg a többi zsidó, meg, meg, Péter. Azok, azokat érdemes megfedni, de ő külön kategória. A harmadik szereplő, Pál, róla sokat tudunk. Először, pár kerül, először is Pál kerül a történetek középpontjába. Velet, a vele történtek szemszögéből van elmesélve mind a három történet, nem Barnabáséből, vagy nem mindig a kettejükéből. Pál, Pál, Pál. Másodszor kezünkben van a Galata levél. Pál ezt nem sokkal a missziós út után írta. A Pizidiai Antiókiában, Ikóniumban, Lisztriában és Derbénvel lévő keresztényeknek, akiket ott hagyott, és elindultak ott gyülekezetek. Ez egyébként elképesztő izgalmas, hogy végig tudjuk követni, ahogy Pál embereket Istenhez vezet, majd elolvashatjuk, hogy személyesen mit mond nekik, mit üzen nekik, hogyan bátorítja őket, olvassátok el a Galata levelet ezeknek az embereknek írja, ahol most az abcsel történik. Tehát Pál egyébként a Galata levélben, majd fogjuk látni, elárul dolgokat az útjáról is. Látni fogjuk, de nem ma. Szóval nézzük meg az első történetet, Elimást a varázslót. Most felolvastam Elimást a varázslónak a történetét, és ha belegond, emlékeztek erre, ugye, hogy, hogy jön, jön Sergius Paulus, ott vannak Cipruson, ez most a fő város a Ciprusnak, Sergius Paulus a prokonzul, tehát az egyik legnagyobb ember, vagyis hát a Cipruson a legnagyobb politikus, a legnagyobb hatalmú ember, és ott találkoznak Elimással, vagy Barézussal, és nem ő volt az első, az abcsebe nem ő az első varázsló. Az első Simon varázsló volt, emlékeztek? Simon Mágos. Ö, az első, és, és, a Bar Jézusnak az első neve, tök érdekes, az egy zsidó név. Bar Jézus ugye a báraz az fiat jelent, és a Jézus pedig üdvösséget, vagy, vagy ö, szabadulást. Jézus neve a mai napig héberül, csak ha az héberek ki akarják fejezni, hogy üdvösség, akkor azt mondják, hogy Jesuá. Csak persze máshol van a hangsúly, mint a névnél. De a lényeg az az, hogy Jézus neve simán üdvösség. És a bár Jézus az üdvösség fia. Az elimás név viszont arab. Arról a leginkább azt gondolják, hogy hogy egy arab származású, tehát ez egy keverék ember. Most a zsidó volt, vagy arab, azt nem tudjuk, de nagy hókusz-pókusz, nagy varázsló. Elimás tehát egy nagyon befolyásos ember, mert Szergius Paulusnak a barátja, aki a prokonzul. És. Ö még Simon Mágusra, ha emlékeztek a Lukácsban, az apcsában, ő az egész városnak, ahol ő ott volt, ott volt a Samáriában, ő volt a vajákosa, addig Elimás inkább egy értelmiségének a spiritisztája. Tehát ő egy, ő egy nagyon okos ember, értelmes embernél, ő a, ő a, a, a spirituális személy a háttérben. Ő, ő elégíti meg a prokonzul szomját a transzcendensre. Történet tök, egy, tök, tök világos, elimás irid lesz, féltékeny miután pálég láthatóan eredményesen tárják az evangéliumot Sergius Paulus elé, és emiatt kibontakozik egy konfliktus. Mi az, amit, amit ezekből, ebből a történetből le tudtam vonni? Emlékeztek, talán néztétek a legmegrázóbb film az irítségről az az Amadeusz. És az jutott eszembe, hogy itt van most ez a bar Jézus, hallja az evangéliumot, és, és őt az evangélium elválasztja. Tehát ő megértette, bar Jézus megértette, hogy Pálék evangélium nem integrálható, az ő transzcendens világában, hanem komoly választófal van közte és az evangélium között. Tehát az első dolog, amit láttam ebbe a történetbe, hogy az evangéliumnak van egy elválasztó ereje. Pálik elmondják az evangéliumot, Barézus rögtön a körön kívül találja magát. Az Amadeusz azért jutott eszembe, mert, mert nagyon megrázó, és az irítségről szól. Egy ilyen fajta emberi irítségről, mint Bar A, film alap, a filmet ugye Mozartról szól a film, és leginkább Salieri-ről, aki az akkori császár, Bécsi Habsburg császárnak az udvari zenésze volt. Nem udvari varázsolja, de udvari zenésze. És Salieri beleőrül az irítségbe, amit Mozart tehetsége miatt érez. Erről szól a film, és tehát felkavaró. Persze fiktív, mert... Tudni vélik, hogy volt egy feszültség Mozart és Salieri között, de ez nem bizonyított. Ebben a filmben kifejezetten gonosz figura lesz. Ez a zeneszerző pedig lehet, hogy nem volt az. Szegénynek így, így, így alakult az élete. Van egy jelenet benne, ami a leghíresebb jelenet. Talán láttátok is, mert porog a Facebookon, megy a, megy a TikTokos, szóval sok helyre be van, be van vágva ez a kis jelenet. Amikor először mutatják be Mozartot a császárnak, Szalieri elképesztően készül erre az alkalomra, fél azért Mozarttól. Jóval idősebb, mint Mozart, és fél tőle. És úgy készül föl, hogy, hogy meg is van kérve, hogy a császárnak írjon egy kis darabot. Egy ilyen kis klimpírozós darabot zongolára. És ő végig, végig imádkozik Jézus Krisztushoz, hogy adjon neki most komoly ihletet, hogy ez a darab szépen, szépen alakuljon. És a jelenet másnap úgy néz ki, ki az, aki látta a jelenetet már? Jó páran. A jelenet másnap úgy néz ki, hogy a császárnál bent van a Szalieri, meg néhány fő ember, és a császár pedig, a Szalieri odanyújtja ezt a darabot a császárnak, a császár pedig leül, és azt mondja, hogy akkor ezt most eljátsza. És elkezdik limpírozni ezt az egészet, és akkor engedik be Mozartot az audenciára. És bejön Mozart a, a császár elé, és akkor utána vége van a klimpírozásnak, a császár is meg akartam mutatni, hogy tud ő már is zenélni, és ért a zenéhez. És akkor elkezdődik egy beszélgetés Mozart és a császár között. És a lényeg az az, hogy egy ponton rákerül a beszélgetés, ráterelődik a kis darabra. Mire azt mondja Mozart, hogy nem annyira jó ez a darab. De hát mondja a császár, hogy tehát egyszer hallotta, hát azt mondta, hogy ő azt el tudja játszani. Mert Mozart az alatt még besétált, hallotta ezt az egész darabot, és fejben le tudta játszani. És mondja a császár, hogy mutassa meg. És akkor leül a Mozart, és elkezdi eljátszani a darabot tökéletesen. Nem tudva, hogy ott áll Szalieri, aki írta. Majd annyit mond neki, hogy hát nem valami jó ez a darab, nem? Ott egy kicsit itt van egy ilyen diszonancia, mennyivel jobb lenne így? Hát, rararám, és akkor utána másik helyen, és, hogy, és, a, és a befejezés is olyan, 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 olyan nem jó, tehát azt is átírja, és ott, ott rögtön csinál egy Mozart darabot, amit te, még a filmnéző is meg tudsz ítélni, hogy sokkal jobb, mint az eredeti. És a filmben látszik, hogy mikor van az a pont, amikor Szaliernek leesik, hogy itt, hogy itt oltárja a nagy a baj két helyen eshet le. Az egyik, hogy leeshet, akkor, mikor a császára néz a végén, és látja azt, hogy a császár lenyűgözi Mozart. És irítség gyúl a szívében, mert látszik, hogy elvesztette ezt a csatát. De már előtte a darabról, ő már a darabról, a film is elmondja, a darabról tudta, hogy jobb. Hogy, hogy nem kellett neki a császár reakciója sem, és ő már rájött arra, hogy jobb van itt, mint ő. Mert ő egy zenész. Történet tök hasonló az Elimással. Itt van két misszionárius, és amit olvasunk, ami a legizgalmasabb az egészben, az az, hogy, hogy a, a, a történet úgy van megírva, hogy azt sejtjük, hogy Elimás vitte be az udvarba a két misszionáriust. Amikor, szala, amikor miután bejárták az egész uh, szigetet Páfoszig, találkoztak egy zsidó mágussal és álprofétával, akinek Barézus volt a neve. Ez közel állt Szergiusz Paulus helytartóhoz, aki értelmes ember volt, ő magához hívatta Barnabást és Saót. A láncolat előbb Barézussal találkoztak, Barézus beprotezsálhatta őket, mesélhetett nekik Szergiusz Paulusnak róluk, és így kerültek az udvarba. Ö, vagyis, vagyis ő, ő a transzcendensben utazó spiritista, Szergiusz Paulus pedig ilyen dolgokra szomjas ember, majd ő, most ő, hoz egy új impulzust a, a prokonzulnak, majd majd ő elimás, megmutatja, hogy van még a zsebébe, a tarsójába egy-két dolog. Itt van két transzcendensről beszélő má mágusról, olyan, mint ő, gyertek! Mikor lehetett az a pont, amikor pálék beszéltek az evangéliumról, és, és és a barézusnak, elimásnak leesett, hogy bakot lőtt. Hogy azok, akik most itt vannak, azok most ő, őt, őt, pont ne, ő most pont most veszíti el a helyzetét. Ő most pont nem tartozik ő közéjük. Tehát az evangélium, amikor elhangzik, ez a mágus rájön arra, hogy nem tartozik az evangélium alá, sőt, ő az evangélium ellensége. Tehát amikor elmondjuk az evangéliumot, úgy tűnik, hogy valaki ennek ez Áldás valakinek ítélet. Ez evangéliumban ott van az elválasztás ereje, és nem lehet úgy elmondani, hogy ne legyen ez ott. Ö... Elimás meghalotta a jobb zenét, és fölfogta, hogy, ez, ö, hogy ez, ez értelmeseknek ez egy értelmesebb üzenet, a szomjusoknak meg ez egy jobban szomjatoltó üzenet és hogy az pálék evangéliuma nem integrálható az ő által a fölvázott transzcendens világképe, és, és hogy az evangélium lehet, hogy ott üdvösséget hoz, de neki ítéletet hozott. Ahogy Jézus mondta, hogy nem, nem tehát én, én nem boldogságot hozok, nem emlékszem pontosan, hogy mondta, hanem csak arra emlékszem, hogy mondta, hogy meghasonlást, kardot, ellenségeskedést. Azt is hozok. Nem azért vonakodunk evangelizálni, mert ne örülnénk egy megtérőnek. Dehogyis nem, annyira örülünk, ha valakinek az megcsillan a szemében, hogy megfogta az evangéliumot. De azért vonakodunk, mert lehetetlen, hogy az evangélium ne legyen valakinek pofáncsapás, veszteség. Sokszor szül haragot, irítséget, félténkenséget, megvetés és ellenségeskedést, amikor éppen azon dolgozunk, hogy, hogy, hogy jót tegyünk. És ettől félünk. És, de amit látszik ebben a történetben, és nyilvánvaló, hogy nem lehet az életet úgy terjeszteni, hogy közben ne terjesztenénk a halált. nem lehet az evangéliumról úgy beszélni, hogy ne legyen benne rizikó, hogy felsért és megsért lelkeket. Te Mozartot játszol, és ott lesz egy Salieri, aki csak gyűlölt zenét hall. Tehát ez fog történni. Ez az első a gondolatom volt. A második gondolatom, ami nagyon érdekes ebben a történetben, hogy tetten érhető, hogy Isten nem csak el akar érni, elér egy új embert, hanem Isten megállítja a gonoszt. Mindig eszembe jut, mikor ezt a részt olvasom, az első lelkészemnek a tanítása. Ő, ő az, aki felolvasta Gregópénak Pina Golgotába, hogy Saul, akit pedig Pálnak hívtak, megteltve szent lélekkel erősen ránézett, és így szólt, és akkor itt mindenki el tudja képzelni, hogy ez nem így folytatódott, hogy te mindenféle csalásos gonossággal, te ember, te kis ördögfajzat. Tehát, hogy ez az igében egy erőteljes, adott és egy brutális indulatot is, de legalábbis egy nagyon erős határvonalat húzó mondatnak tűnik. Ez nem egy meghívás egy keringőre, hanem ez egy back off. Na, ide figyeljél. Szétlibben a függöny, mert ami látszik, az az, hogy Isten itt megállít. Tehát az, az a szétlibenő függöny van, hogy Isten a, 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 a Isten mondja azt, hogy ő az ördögöt, az ördög munkáit lerontja. Na de itt látjuk, amik, mert itt most előjön, mert a Szentlélek megtölti Pált, és abban egyetért minden tanító, hogy ő, hogy a Pál egyenessége ereje és az, az a Szentlélekkel egyetértésben jön itt ki. Ez nem csak Pál indulata. És ez az indulat, ez azt mutatja, hogy Isten nem csak gyűjtő munkát végez a világban, hanem megállító munkát is végez. És a megállításnak az eszköze a leleplezés. Azt írja az Efézus levélben Pál, mert egykor sötétség voltatok, sőt, menjünk vissza. Senkit meg tévesz, senki meg ne titeket üres beszédével, Efézus 5-6, hiszen éppen ezekért sújtja Isten, haragja az engedetlenség fiait, a paráznaságért, a tisztátalanságért és ilyenekért. Mert egy, ne vegyetek tehát részt ezekben, mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen. De mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos. Tehát van egy ilyen leleplező része az evangéliumnak, na ez még jobban eltántorít minket az, evang az evangélium terjesztésétől. Még azt kell, hogy kimenjek, elmondom az evangéliumot, mert csak azt akartam elmondani, hogy Isten szeret téged, mire valaki még ki is akad, és nekem még azt is kell mondanom, hogy távozz tőlem sátán. Tak tehát lép hátra. Tehát hogy ez, ez az, amire azt mondjuk, hogy ez ez, ez, ez nem én vagyok. De haladjunk tovább sorjában, mert nézzük meg, még mit látunk ebben a részben. A harmadik dolog, amit kiolvastam ebből a részből, hogy Isten erőteljes ajándékokat ad, hogy megállítsa a gonosz munkáját. Tehát nem csak elválaszt az evangélium, nem csak Isten, az van, hogy Isten megállítja az gonoszt, hanem erőteljes ajándékokat ad. Sauerman Tamás hívta fel a figyelmemet arra, hogy van itt egy érdekes párhuzam a Lukács abcsejében. Az egyik az az, hogy van Péter és Anániás meg Szafira. Emlékeztek? És ugyanaz történt ott Péter esetében, mint ami itt történik Pál esetében. Jelen volt az Anániás és Szafiránál, jelen volt a gonosz romboló munkája a háttérben, mint Elimásnál. És Péter szembesítette Anániást, hogy megszállta megszállt a szívedet a sátán, és hazudsz a szentléleknek, vagyis gyakorlatilag azt mondta ki, hogy ördögfajzatok vagytok és elmondta, hogy mi fog történni, valami megjövendőlt, amit az Isten azután nem sokkal cselekedni fog. Na, és most össze fogsz esni, és a többiek itt vannak már, és kivisznek téged. Mintha mint ha csak pált hallanánk, aki föláll, és a fer varázsló fejéhez vágja, hogy, vágja, hogy ördögfajzat vagy, be akarod csapni a szent lelket. Na, el fog, mi, fog, mi, fog, történni? Meg fogsz vakulni, és három nap, több napig nem látod a napot. Ez két nagyon érdekes ajándék. Mind a kétszer, mind a két ember, Péter is, meg, meg Pál is, olyan dolgokat tudtak, amiket Isten rövidesen az, aki azután, hogy ez a beszélgetés megtörtént, megcselekszik. És ha belegondoltok, ez két nagyon bátor fellépés, amiben nagyon nagy a kockázat. Mert igen, nagyon lerom, eléggé lerombolta volna Péternek is, meg Pálnak is a tekintélyét, hogyha ezek a dolgok nem úgy történnek, ahogy ő megjósolja. És itt vannak néhányan, akik most össze fog esni, és itt vannak néhányan, is összeszednek. És akkor eltelik öt perc, és mi mindig nem esik össze a nániásra, hanem hogy néznek egymásra, és érződik, hogy így, így, így elindul egy ilyen itt Péternek. Mi lesz már? Vagy itt van Elimásnál, hogy hallgatja a prokonzul, és azt mondja, hogy meg fogsz vakulni. És akkor megint ott, ott Elimás így néz, hogy igen, de ezt a helyzetet Ö, nyilvánosan Péter is, meg Pál is komoly téttel látta el. Ami mérhető és ellenőrizhető, hogy mi fog történni. Ez egy nagyon erős ajándék, hogy Isten ezzel ad nyomatékot egy helyzetnek. És ö, én azt akartam csak ehhez hozzáfűgni, hogy szerintem ebben nem volt kockázat. Inkább, mint a pont azt szeretné Lukács elmondani, és megmutatni, hogy van ilyen. Van olyan, amikor egy keresztény tisztán, tünpotosan látja Isten akaratát egy másik emberre kapcsolatban. Mikor van egy megérzésed, van egy tiszta, világos ítéleted, és az olyan ítélet, olyan világos, hogy nem félsz kimondani. Amikor tökéletes eszközévé válunk, hogy erős és komoly határt húzzunk az evangélium építő és a gonosz romboló munkája közé. Tehát ilyen ajándékot adott itt most Péternek, meg Pálnak Isten. Itt van a határvonal, ahol az evangélium elválaszt tőlem elimás, és ezt én ki is mondom, ez akkora van, hogy back off. Hátráj. Ö... És itt megfogalmazódott, ezen a ponton bennem, ahogy mentem végig ezt a történetet nézve, egy kérdés. És az a kérdés az az volt, hogy a rélek erre a látható, határhúzó, komoly konfrontatív, kockázatos munkájára, csak Pétereket és Párokat tud elhívni, vagy én ezt taníthatom az én kedves agóra gyülekezetemben mindenkinek, hogy, hogy, ez veletek is megtörténhet. Péter és Pál, a két kolerikus, favágó, durbele ember, nem? Ők nem Jánosok, ők nem, nem lágy szívűek, hanem ők azért tudnak így fölleépni az evangéliumért, mert ők ilyen személyiséggel rendelkeznek. Nekik ilyen volt a hátterük, Nekik ez megy, de én az ilyen szituációban némán a cipőmet nézném. Azért vakarnám a földet a cipőórommal, rugdosnám a köveket, és várnám, hogy elimás menjen már ki a terembe, hadd folytassam az evangelizációt Szergiusz Paulusnak. Ez vagyok én. Lelkünkben sokan delegáljuk az ilyen dolgokat az, 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 ezeknek az embereknek. Majd jön az az ember, olyan nagy tökös, majd ő megmondja, én nem ez vagyok. Az evangelizációt Dávid megmondta, közös, közösségi tett, és abban én vagyok a, a nem tudom, a, a hátításkom, vagy főzök, és majd valaki rúg, de én nem rúgok. Meg valaki odaadja, meg valaki száj, én nem vagyok ez. És itt megyünk tovább a történetbe, mert segít még valamit ez a történet megérteni. A negyedik a dolog, amit, amit a történet nekem tanított, az az, hogy Pál felismerte magát Bar Jézusban. Van, van, az a fajta határhúzás, ami érzéketlen, nem kapcsolatorientált, vastagbőrű konfrontáció. Egy olyan, látában olyan emberek csinálják, akiknek tényleg ilyen a vastagbőrű a lelke. Figyelj, édesapa, megszoksz vagy megszöksz. De én ezt nem ilyennek érzem. Van annak valami üzenetértéke, hogy a Szentlélek szuverén akaratából azt választotta, hogy pont azzal sújtja Elimást, amivel Pált is sújtotta. Hogy meg fogsz vakulni. Pál, Pál ránézett Bar Jézusra, és magát látta, amikor az evangéliumok az útjába állt, amikor ugyanezt csinálta, és akkor egyszer csak jön az érzés, hogy ugyanaz fog veled történni, mint hogyha a Pálnak a Szentlélek azt mondaná, hogy mond neki azt, mondd Elimásnak, hogy figyelj, tudom, hol vagy, tudom, mi következik, mert ez én is az evangélium ellensége voltam, ugyanazt csináltam, ugyan, és ugyanezt tapasztaltam. Menj és száj magadba! Van egy, van egy. Tehát van valami ami arra, arra enged következtetni, hogy ez nem egy érzéketlen konfrontáció, hanem a konfrontáció mögött tapasztalat és történet van, és Pál be van vonódva. Ö, és itt gondoljatok, gondolkodjatok velem hangosan azok tudnak sokszor határt, jó határt húzni, akiknek a határhoz, ahhoz a határhoz, amit meghúznak, egy történetük kapcsolódik. Pont a könnyed, hat, könnyen határt szabó, nem alkalmazkodó, erős, határozott személyisége rendelkező emberek azok, akiknek kihívás, hogy jól húzzanak határt, mert ők mindenütt meghúzzák. Ahol neki kényekedve van, ő ebben jó. És az ilyen emberek másik irányból közelednek. Ők onnan közelednek, hogy mindenkinek határt húztam, és Isten azt tanította meg, hogy ennek a fele, vagy a tizede, ami jogos volt, a többi, meg otromba önzés. Ellenben akik félénkek, nem konfrontatívak, megfeleléskényszeresek, ők ha megteszik, hogy, egy, hogy, hogy meghúznak egy határt, és azt mondják, hogy na jól van, ebből elég, akkor a mögött sok munka, sok felismerés és gyógyulás szokott lenni. Tehát ezek a határok jó esélye jó helyen vannak meghúzva. Tehát én arra jutottam, hogy Isten nem csak a kolerikus, vagy konfrontatív, vagy versengő, vagy erős domináns embereket tudja arra használni, hogy határt szabjanak a gonosznak. És itt azt látjuk, hogy, hogy, hogy egyszerre van jelen a Szent Lélek ereje, és egyszerre van benne pál története, és ez a kettő kéz a kézben valahogy húz egy határt elimásnak. Sőt, azt látom, az a tapasztalatom, hogy az, az ilyen embereket, akik nem konfrontatívak, legalább, ö, sőt, én azt látom, hogy a nem konfrontatív, kolerikus, vagy vagy versengő, vagy domináns emberek legalább annyira alkalmatlanok az, az, az Istenek jó határokat húzni, mint a visszahúzódók hogyha az Isten nem végzett el bennük egy munkát. És ha te inkább egy csendes, alkalmazkodó típus vagy, attól még benned, benned van ez az erő és képesség, és az a nagy kíváncsiság bennem, hogy vajon Pál miért volt ilyen? Azért volt ilyen, mert ő tényleg olyan volt, mint Péter, mert róla tudjuk, róla elég sokat tudunk ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy ő egy ilyen kicsit ilyen hirtelen, odamondós, határozogatos ember volt, de Pálról Biztos, hogy ez a kép, vagy ez egy kialakult, tanult határhúzás? Valahol ő a lelkében. Mi a történeted? Mind lemegyünk az életünk során a mélybe, szembesülünk azzal, hogy hol kötöttünk rossz kompromisszumokat, mint Pál, hol adtunk és hol kaptunk bűnt, Hol ége, ahol megégettük magunkat, és láttuk, hogy pontosan hol válik el a pejva a búzától, meg van még egy hasonlat, a izé a, a májtól. Pontosan tudtuk, hogy hol válik el a gonosz a jótól. Mert ott voltunk, mert lementünk mélyre, és sőt, benne voltunk nyakig, személyesen. És amikor Krisztus ebből meggyógyít, ott marad egy heg. Krisztus bélyegét horzodal a lelkeden, na ott. Ott tudsz olyan határt húzni az ördögnek, hogy leesik a feje is. Ott tudod azt mondani, hogy na, itt elég, ide nem, ezen te, te takarodj innen. Ott tudsz, mert együttérzés van benned. Ott tudsz, mert együttérzés van magadban, és együttérzés van mások iránt benned, ezen a helyen, ahol már meggyógyultál, mert látod, hogy mekkora szívás az a kompromisszum. Ö, ott tudsz, a Szentlélek, olyan határt húzni az ördögnek, hogy elfut. És ö, nem véletlenül az, hogy Pál a pogányok apostola, egy ekkora címeres farizeus. És innentől semmivel nem találkozik Pál, mint azzal, hogy a pogányok szeretik, és a farizeusok jönnek tönkretenni. És oda, ahol a farizeusok az ellenség, ahol a farizeusok jönnek a evangélium munkáját lerombolni, én oda egy ex-farizeust állítanék, mert benne akkora határ van, hogy nagyon van, ide, apa, a törvényedet, edd meg, és takarodjál innen. Mert én voltam ott, én tudom, hogy miből szabadultam, a szabadságra elhívott az Isten, és nem. De nem véletlen az, hogy nem komoly érzelmi tőkével rendelkezik egy náci, egy volt náci, hogy zsidó missziót csináljon. Én nem véletlen, hogy John Newton volt a szellemi atya a rabszolgasság eltörlésének, aki rabszolgakereskedő volt és az Amazing grace írta, ami egy rabszolgahajón a pusztulásba vitt feketéknél egy dallam volt, amit hallott, és később írt rá egy dalt, amiben arról énekelt, hogy engem az Isten ebből megmentett. Mert ő ott neki erősek a határai, hogy gyerekek, itt az evangéliumban az ördög munkáját én olyan élesen látom, meghúzom a határt. Mindannyiunknak van egy története, ahol megtapasztaltuk Krisztus szabadítását. Nem csak a kompromisszumot, a szabadítást is. Mert a, az nagyon fontos, hogyha te sérült vagy még, azt érzed, hogy megsérültél egy tekintélyelvű gyülekezetbe, és nem gyógyultál meg, akkor te a tekintélyt mindig le akarod rombolni. Ha meggyógyultál, a tekintély ellenességet is, és a tekintély elvűséget is tökéletesen tudod ö, ö, kitolni, és megmondani, hogy hol a határ, hol az egészséges határ, hol van a jó tekintély. Hol vannak neked? Tehát, hogy van gyülekezeti kompromisszumok, sért, sértettek föl, kapcsolati kompromisszumok, szexualitásnál, megfelelésnél, befolyás területe? Mi a te történeted Krisztussal? Mert ott tud a Szentlélek téged így használni, mint Pált. Többek között. Végül lekerekítem, több ilyen terület, ez az ötödik pont, és csak nagyon röviden, több ilyen terület is van. Az ember életében, hogy mondtam, itt most Barézus olyan volt pálnak, ahol ő azt látta, hogy itt van az evangémi ellensége, aki áskálódik, a befolyásos áskálódó. És én ezt nagyon ismerem. mennyi már hátra. De ugyanígy Pál fölállt, amikor az Evangélium szabadságát törvénykezők vitték. Egy másik ilyen területe, a törvénykezők voltak. Pont a galatáknak írta meg ugye azt. A két történetet, amikor az egyiket felolvastam, hogy Péternél én fölálltam, törvénykezett, és azt mondtam, hogy. Na jó van, álljunk meg a menet. Elveszed az evangélium egyenes útját, a szabadságot. Pont ugyanebben a Galata levében előtte elmeséli, hogy jöttek a áltestvérek, akik kikémlelték az ő szabadságát, és körülmetéléssel jöttek, de mi ezeknek is ellenálltunk. Ott is konfrontatív volt Pál. Tehát látszik, és itt nem is olvasunk Szentlélekről, csak azt látjuk, hogy határvonalak vannak Pálban kimunkával, ahol ő nagyon-nagyon erősen védi az evangélium tisztaságát. És több ilyen is lehet egy emberben, a történetünk bővíti ezt a kincstárunkat. Kompromisszumot kötünk, megégetjük magunkat, rájövünk, meggyógyulunk. ás srácok, itt van egy határ. A kérdés természetesen is ezzel zárom. Az öt, a hatodik pont lett volna, amit nem fejtek ki, hanem beszélgetni fogunk róla. Ki tudunk állni így az egész igazságért? Az egész igazságért, az igazság teljességért. Az új szövetségért, az új szövetségi doktrinákért. Ugye itt most arról van szó, hogy én azt mondom, hogy specifikálódott valami, és és személyes nagyon néha, ahogy, ahogy föl tudunk állni, de abban mindenki meg tudja lenni a bátorságát. Ki tud ez a bátorság terjedni arra, amit pár leveleiben is látunk, hogy egy idő után azért nem, azt látjuk, hogy nem csak az evangélium szabadságáért áll ki, nem csak a törvénykezőkkel szemben áll ki, hanem Korintusban az el, elfajzott karizmatikusság ellen is kiszáll. A, 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 és így tovább. Több ilyet is lehetne mondani, hogy látszik, hogy Pál az igazság teljességében tud bátran belállni ügyekbe, és azt mondani, hogy az ördög itt munkát végez, és én ezért konfrontatív is tudok lenni. Tényleg ez a kérdés, hogy ez kiterjed. Ez az első kérdésünk, hogy mi csak ott lehetünk Isten vágó eszköze, ugye ez az éles határőr, ahol személyes tapasztalatunk van, vagy ez kiterhet, az, az, az összes több igazságára. Beugratos kérdés, mert, mert nem mondom, tehát nem akartam azt sugalni, hogy, hogy igen, ki kell terjedjen. Jó, oké? Okay? Tehát beszélgessetek erről, akit ez érdekel. A második kérdésem az az, hogy szerintetek Pál kolerikus, domináns ember volt te, vagy nem, ez az ige tanulmányozóknak a csoportja, hozzatok elő dolgokat, amit Pál mond magáról, amit Pál életéből tudunk, és vitatkozzatok róla, mert nagyon sok mindent mondott el, amiből ki lehet s -s szűrni azt, hogy ő milyen ember lehetett. Természetesen minden két értelmű tudunk róla vitatkozni, a lényeg az az, hogy egy tök jó beszélgetés lehet arról, hogy ő most akkor milyen típusú ember volt. És a harmadik kérdésem, ez a személyes. Te mikor láttad magadban, hogy így felléptél az igazságért. Amikor egy ilyen volt, hogy így, na jó, mi, 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 mikor tapasztaltad meg, és miért? Akkor ugye egzisztenciálisan megragadott, hogy nekem itt azt kell mondanom, hogy na elég. Ebbe itt nem, ez, ez nem igaz. Ö, ez a három dolog lesz, amit majd ki fogunk most mindjárt írni, már a Balázs Pötyögi. De az első kérdés, hogy, és itt fogunk erről beszélgetni, mi csak ott lehetünk, Isten vágó eszköze, ahol személyes tapasztalatunk van. Ott lehetünk-e Isten vágó, eszköze, személyes tapasztalatunk van, vagy, vagy az egész igazságban. Másik kérdés, szerintetek Pál kol kolerikus, dominens ember volt-e, vagy valami más? A harmadik pedig, személyesen te mikor voltál, ö, személyesen te mikor léptél fel így az igazságért? Köszönöm, hogy meghallgattatok, egy imával lezárom, és utána elbúcsúzunk a hallgatóktól, és jövő héten találkozunk. Istenem, köszönöm neked azt, hogy elénk ezt az igazságot, hogy te megállítod az ördögöt. Neked van egy megállító, az, az ördög munkáját leromboló cselekedet, tevékenységed itt a Földön. Köszönöm, Uram, azt, hogy ö, azt látjuk, hogy a Szentlélek erős indulatokat, erős ítéleteket tud mondani olyanokra, akik az evangéliumot az emberek életét rombolják. És én azért kérlek téged, Istenünk, hogy mutasd meg, hogy mi hol vagyunk és hol lehetünk a te eszközöd ebben a munkában is. Köszönjük neked, hogy te tudsz minket bátorrá tenni. Te tudsz minket felruházni azzal az ajándékkal, ami, ami erős és kélehetetlen és megingathatatlan hitet támasz bennünk a te ítéleted irán te tudod megadni nekünk azt, hogy, hogy ezzel hozzunk ne csak halált, hanem életet kapcsolatokba, emberekbe, emberek életébe. Úgyhogy kélek Istenünk, hogy ezen az úton vigyél minket tovább, a, ezen az úton vigyé tovább minket az életünkbe, és munkád ezt a dolgot bennünk. Te nevedben imádkoztam. Amen.